Meghalt Sólyom László volt köztársasági elnök, az Alkotmánybíróság első elnöke, akadémikus, egyetemi tanár, aki a mai vezető politikusi generáció sok tagjának volt tanára. A hírta volt köztársasági elnök titkársága közölte. Azt írták, Sólyom László óriási erővel, tevékenyen és derűvel viselt hosszú betegség után hunyt el. Sólyom László 81 éves volt a magyar köztársasághoz. És annak népéhez hű leszek. És annak népéhez hű leszek. Isten engem úgy segélyen. Sólyom László életének egyik legfontosabb pillanata a köztársasági elnöki eskü. A felvételek 2005. júniusában készültek a parlamentben a megválasztásakor. Öt éves elnöksége alatt történtek egyebek mellett a 2006-os őszi zavargások, Gyurcsány Ferenc összödi beszéde miatt. Sólyom László akkor az erkölcsi megtisztulás szükségességét hangsúlyozta, és a megoldást az előrehozott választásokban látta. Életemben két dolgot csináltam mindig, az egyik, hogy dolgoztam, a másik pedig, hogy a családdal éltük a nagy családos életet. A volt államfő 1942-ben Pécset született, itt kezdte meg jogi tanulmányait, diplomáját 1964-ben szerezte. Először bírósági fogalmazóként helyezkedett el, később a Jénai Egyetem polgári jogi tanszékén dolgozott, mint tanársegéd. Tanított az ELTE jogtudományi karán és a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen is, de több külföldi intézetben is megfordult. Kutatási területei közé tartozott az alkotmányjog és a polgári jogtörténet. 1990-ben az Alkotmánybíróság első elnökévé választották, amelyet 8 évig töltött be. Ezt a törvényt és a módosított tanácsi rendeletet teljes egészében megsemmisíti. A testület az elnöksége ideje alatt olyan fontos kérdésekben hozott határozatot, mint a halálbüntetés eltörlése vagy a kárpótlási törvény. De döntött a terhesség megszakításra vonatkozó jogszabályokról és a népszavazás alkotmányos tartalmáról is. Az egykori alkotmányjogász már akkor az értékek képviseletét tartotta fontosnak. Az alkotmánybíróság érvényesíti azt, hogy van egy magasabb rendű jog ami a törvények fölött áll, ami a miniszteri rendeletek fölött áll, ami a parlamenti hercehúrcák fölött, ami állandó, ami kikezdhetetlen, ami értékeket képvisel. Sólyom László szívügye volt a környezetvédelem. Már az 1980-as évektől jogi tanácsadóként dolgozott több nem hivatalos környezetvédelmi mozgalom élén. Így kerültem ezekbe a környezetvédelmi mozgalmakba, így hát az a furcsa helyzet, hogy Valójában szónokoltam, meg az egyetemen személyisztatokat, tehát hihető lapokat terjesztettem. Kevés egyetemi tanács csinálta ezt annak idején. A kezdetektől benne volt a Duna mozgalomban, amelyben egyebek mellett az ökológiai értékeket és a vízbázist igyekeztek megóvni. És részt vett a NATO-lokátor építés elleni harcban is, amelyet az zengő tetejére telepítettek volna. Az államfő több környezetvédő szervezettel közösen gyalogolt fel, ezzel kifejezve támogatását az ügyben. Munkássága nem csak itthon, külföldön is elismert, írásai hazai és külföldi szaklapokban jelentek meg. Számos elismerést és díjat kapott, köztük 1998-ban a Humboldt díjat, 2005-ben a Magyar Köztársaság érdemrend nagy keresztjét lánccal, 2013-ban pedig a Magyar Szabadságért díjat. A volt köztársasági elnök titkársága közleményben azt közölte, Sólyom László egyetemi tanár, akadémikus, az Alkotmánybíróság és a Magyar Köztársaság volt elnöke, óriási erővel, tevékenyen és derűvel viselt hosszú betegség után hunyt el. László 81 éves volt.